Ezeken a felvételeken még üres a kisvárdai fesztivál helyszín, stábunk a kapunyitás előtt érkezett az első leszfesztre. A rendezvény neve magában hordozza azt a szándékot, hogy nem csak egy alkalommal várják majd a fesztiválozókat kisvárdára, egyébként a leszfest mozaik szó is. Látvány, extrém sport és zene. Tehát ezt tartalmazza a kétnapos rendezvényünk. Látványban nem lesz hiány, azt hiszem, az extrém sportban sem, a bringások részéről. És a zenei kínálat repertoár pedig azt mondom, hogy kiváló. Beatrice, Ákos, Velhellú, well Kardos, Horváti János és Radar koncert többek között ezeken vehetnek részt a kisvárdai fesztiválozók. Három színpaddal fogunk menni, lesz egy nagy színpadunk, ami tényleg nagy színpad. Ezen pénteken fel fog lépni a Beatrice, Hobó 70-es koncert lesz, és Annand Barbis fejezi be a nagy színpadot. Szombaton pedig a Super nem fog játszani, majd Ákos élő nagy koncert, és Majka Körtis fejezi be a nagy színpadot. Ezen kívül van még két színpadunk, egy partisátor és a várszínpad. A Les Fest egyik különlegessége, hogy nem csak zene, hanem az extrém sportok szerelmesei sem unatkoznak majd a várnál és környékén. Nemzetközi Dirt Jump kupát is szerveznek, ezért is állítottak fel egy 8 méter magas indítóállványt a Kisvárdai Vár elé. Innen indulnak majd mountainbike a versenyzők. Was... Lengyelországba jöttem, és úgy gondolom, hogy ez a pálya nagyon jó és szép. Az első rámpa hatalmas, úgyhogy nagy feladat lesz, de úgy gondolom, hogy jó ötlet ez az egész. I think that will be perfect for a, a pálya és így a Dirt Castle megálmodója, hazánk egyik mountainbike büszkesége Nagy Oszkár. Egy fontos szempont volt, hogy legalábbis a pálya eleje végig lejtésben legyen, hogy a lendületünket meg tudjuk tartani. Szerintem így elsőnek megrendezve ezt most így a maximumot kihoztuk belőle, értem itt a méreteket, illetve a pálya technikai fokát. A Kisvárdai Fesztivál szombat késő estig tart majd összesen három helyszínen több mint húsz fellépővel.